Kétszer-két sávon halad a forgalom Nyíregyháza nagykörútján. A belváros körülbelül 80%-a körbe autózható ilyen formában, van azonban egy hiányzó része a teljes körgyűrűnek. Ez változik meg 2024-re. Hamarosan ugyanis a vasútállomás és a debreceni úti felüljáró közötti hiányzó szakasz építését is megkezdik. Ezt jelentette be Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere a Városházán tartott sajtótájékoztatón. 6 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, indítottuk már konkrétan, amikor először biztosítani kellett az út építéséhez szükséges terület tulajdonjogát. Itt nem csak a kétszer-két sávról van szó, hanem tervezünk és megvalósul, most már így mondhatom, elkezdődik egy kerékpár gyalogút, 3,75 méter szélességű gyalogút kerékpárút építése is, ami a vasútállomástól indul, és hát 5 helyen lesz közlekedési lámpás csomópont, ahol lámpák épülnek, és hát az Épatak főfolyáson egy teljesen új, modern, megfelelő szélességű, stabilitású hidat is fognak építeni. Komplex beruházásról van tehát szó, ezért tartanak majd a várható a márciusban elkezdődő munkálatok körülbelül 2 évig. A nagykörút hiányzó szakaszának megépítése egyébként csak nem 40 éve várat magára. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint ezért ez egy történelmi léptékű fejlesztése Nyíregyházának. 1965-ben, amikor Nyíregyházán a nagykörútrendszer az északi alközponttól elindult, akkor mondták, hogy egy nagykörutat kell kiépíteni minden szakasszal, és ez a szakasz kimaradt, majd 82-ben mondták azt, hogy amikor a nagykörút elkészült, hogy ez a szakasz megint kimaradt, és azóta csak ígérgetések voltak. Én magam 8 évig voltam 2002 és 10 között önkormányzati képviselő, és nagyon sok ígéretet hallottam, hogy jó, be kellene zárni, mert balesetveszélyes, mert több négyszámjegyű utat ugye köt össze, meg a Huszársort, meg a Simai utat, és én magam is törekedtem arra, hogy minél hamarabb lépjünk, de most jött el az a pillanat, amikor a kormány több mint 5 milliárd forinttal támogatja ezt az 1,2 kilométeres szakasz bezárását, amely 4 sávos lesz, több jelző lámpás rendszer is kiépül, több utcánál, gyalogút, kerékpárút lesz, úgyhogy szerintem történelmi jelentőség ez a beruházás. Nyíregyházán az elmúlt években számos baleset veszélyes csomópont vált biztonságosabbá körforgalmak építésével, de több forgalmas bevezető szakasz is megújult. Szabó Tünde a sajtótájékoztatón arról beszélt, a kiszámítható közlekedés jó a helyieknek, és fontos szerepet tölt be a város idegenforgalmában is. Nagyon sok minden történt 4 évtizeden, látható, hogy ez a sok-sok esztendő mutatja, hogy ez egy mekkora beruházás, és a Városháza szakmai kollégái több éve dolgoztak azon, hogy ez meg tudjon valósulni, és most megvalósult. Magyar kormány támogatásával 5,6 milliárd forintos támogatása a költségvetésből olyan döntést hozott, hogy Nyíregyháza olyan fejlődésen megy keresztül, és olyan gazdasági élénkítő hatásokat generál, hogy igenis megérdemli azt, hogy ezt központi költségvetésből támogatásra kerüljön. Nyíregyházán további 2 jelentős közlekedési beruházás van folyamatban. A Tiszavasvári úti felüljáró felújítását várhatóan idén augusztusban fejezik be, emellett a Tokai úti aluljáró építése is rövidesen megkezdődik.